Pénteken délelőttől vehették át a tanszervásárlási utalványokat a rászoruló családok a Székesfehérvári Szociális Alapítvány irodájában. Tavaly gyerekenként 15 000 forint értékben tudta támogatni a szervezet azokat, akik jelezték igényüket. Idén összesen több mint 600 000 forinttal segítik a családokat, hogy ne legyen nagyon megterhelő anyagilag az új tanév kezdete. Mi is láttuk, és nyilván a családok is észlelik, hogy az iskolaszereknek az ára is emelkedett, és próbáltuk ezt követni, és a lehetőségeinkhez képest ehhez igazítani az adományokat. Eddig 40 gyerek jelentkezett, tehát gyakorlatilag 660 ezer forint értékben vásároltunk utalványokat, és ezek az utalványok Idegázcába, az írószerbordba szólnak. Több éves gyakorlat alapján úgy néz ki, hogy a családok elégedettek voltak, mindig ott vásároltak, nyilván ebből az utalmánnyal csak ott lehet vásárolni. A támogatáshoz iskola látogatási igazolásra és az egyfőre jutó kereset lejelentésére volt szükség. Az alapítványt még évekkel ezelőtt a Városgondnokság hozta létre. Idén Székesfehérvár önkormányzata 4 millió forinttal támogatja a szervezethez fordulókat. Nagy segítséget jelentenek minden évben a tanév kezdéshez az utalványok. Az elmúlt években szerencsére jutottunk oda, hogy a tankönyvek lényegében nem kerülnek már a szülőknek pénzbe, viszont ez egy iskolakezdés, az nagyon komolyan megterheli így is a családi büdzséket. Nagy öröm az, hogy az önkormányzatunk akár az intézményi hálózatán, akár civil összefogásban tudja támogatni azokat az igazán rászoruló családokat, akiknek nagyon-nagyon nehéz lenne máskülönben az iskolakezdés. Most is a Székesfehérvári Szociális Alapítvány 18 000 forintot meghaladó értékű utalványban tudja támogatni a rászorulókat. 40 gyermeknek az iskola kezdését segíti így az alapítvány. Az utalványokat a Gáz utcai papírboltban lehet beváltani. Az üzletben évfolyamonként összeállított csomagok várják a családokat.